Sziasztok! Sajnos ilyen gyorsan eljött az év vége, pörög az idő, és hát eljött a pillanat, hogy meg kell köszönnöm mindenkinek az egész évi munkáját. Nagyon köszönöm szépen nektek, egy szenzációs csapat vagytok, a legjobb csapat, a bajnok csapat. Tehát menetelünk előre a világba, Európába. Most harmadik helyen zártunk, de ez csak egy állapot, jövőre én már szeretnék egy kicsit előrébb menni, de szerintem mindenki előrébb szeretne menni. Aztán, hát itt még itt van a évvégi hajrá, készülünk Abu Dhabiba, a Chairman's bónuszokkal is, még egy kis hajtást a végére, és még mindenki, várjuk majd jövőre Mikinek a nagy csekkét, szóval meg mindenkinek egyre szép és szebb és nagyobb csekkeket kívánok mindenkinek. És természetesen itt az ünnep, ugye közeleg a karácsony, közeleg az új év is, tehát kell egy kis megpihenés is, de még mindenki hajt a boltokba. De ne hajtsatok, inkább a Forevernél vegyetek jó dolgokat, én is bevásároltam Infinitet, mindent. Sok hölgy van a csapatomban, a családban, úgymond, úgyhogy a hölgyek kaptak rengeteg ajándékot. Szeretném a stábnak megköszönni az egész évi munkáját, a GLT-nek, tényleg Mikéknek, Attiláéknak, Józsinak, tényleg nagyon-nagyon kemény munka volt mögöttünk, vagy van mögöttünk ebben az évben, és hát rendkívül jól működik az ország. Ne se tudom nektek mondani, hogy mennyire jó ez, tehát jó érzés, hogy hát kicsit félig zártva vagyunk, kicsit nyitva vagyunk, tehát mindig csinálunk valamit. Hát a 25. évre, az évfordulóra készülünk most már ugye májusban a Budapest Arénába. Ugye bejelentettük az új ösztönző programokat, figyeljétek mindent a kiírásokat, és legyetek VIP vendégek a Budapest Arénában 25. születésnapon. Külön köszönöm a délszlávoknak, Veronikáéknak, az ottani csapatnak, Szerbiában, horvátoknak, bosnyákoknak, tényleg mindenki pörgően dolgozik, a szlovének, horvátok, mindenki, a koszovói, a kisebbek, és nagyon-nagyon szenzációsan pörög Montenegró, úgyhogy köszönöm nekik, az albánok is megvannak. Mindenki, és eljött a pillanat, hogy hát szóval lecsendesedjünk egy kicsit, megpihenjünk egy kicsit, és áldott ünnepeket kívánjunk mindenkinek. Hát én ezt kívánom nektek, most áldott ünnepeket mindenkinek, és boldog új évet. Egy szenzációs 2022-es évet kívánok nektek.